Jó estét kívánok! Három politikus vendégünk van ma itt a nap hírében. Mutatom már is, hogy kik a vendégek. Itt van J. Németh Erzsébet, a főpolgármester helyettes, Jó estét Harangozó kívánok! Tamás, az MSZP országgyűlési képviselője, Jó és estét. Barabás Rihárd, a Párbeszéd szóvivője, úgyhogy jó estét Jó kívánok estét mindenkinek. kívánok! És nagyon sok érdekes, izgalmas témával készültünk, hogy egy szerintem bele is vágunk az első témába. Gyöngyös Patával kezdünk, mert hogy Horváth Aladár, a Magyarországi Roma Parlament Egyesület elnöke, büntető jogi feljelentést tett Orbán Viktor ellen, ezzel kezdünk. Miután nem jönnek a migránsok, és nincs ez a migráns veszély, és nem lehet, hogy is mondjam, csak statáriumot létrehívni. Itt vannak a cigányok, akik bármikor erre alkalmasak. Veszélyes, bűnbakkereső politikának nevezte Horváth Aladár a Magyarországi Roma Parlament Egyesület elnöke Orbán Viktor gyöngyöspatai kártérítési perről tett nyilatkozatát. A roma politikus becsületsértés és hivatali visszaélés gyanúja miatt feljelentést tett a miniszterelnök ellen a legfőbb ügyészségen. A miniszterelnöknek vigyázni kell arra, hogy hogyan minősít embereket, közösségeket, mert az olyan indulatokat szabadíthat föl, olyan szenvedélyeket indíthat el egy társadalomban, amely véres összetűzésekbe is torkolhat. Sok ilyen volt már a történelemben. Mindent megadunk, de pénzt nem adhatunk. Erős érzelmi viharokat kiváltó esetként jellemezte a gyöngyöspatai kártérítési ügyet a Kossuth Rádió reggeli műsorában a miniszterelnök. Orbán Viktor szerint egy szerencsétlen bírói ítélet született, de számára a kiinduló pont a magyarok igazságérzete. De van egy határ, amit a magyar sosem fog átlépni, vagy sosem érzi úgy, hogy szabad átlépni. Ez pedig az a határ, hogyha pénzt adunk a semmiért. És itt ezt, az emberek úgy érzik, hogy ez történt. Ehhez a témához kapcsolódna a mai nap kérdése is, mert hogy kíváncsiak voltunk az önök véleményére is ezekkel a kijelentésekkel kapcsolatban. Azt kérdeztük önöktől, tehát, hogy a kormánya bíróság által megítélt pénz helyett ingyenes tanfolyamokkal kárpótolná a gyöngyöspatai roma diákokat az évek alatt elszenvedett iskolai szegregációért, és azt kérdeztük, hogy egyetértenek-e ezzel. 20% egyetért, és 80% mondja azt, hogy nem ért egyet. Kezdjük akkor ezzel a témával. Nagyon sok mindent mondott ma Orbán Viktor a közrádióban, és valóban itt kiemeltünk a bejátszóban is, hogy azt mondta, hogy ő a magyarok igazságérzetéből indul ki. Számára ez a kiinduló pont, és hogy mindent megadunk ugyan, de pénzt nem lehet adnia a roma diákoknak. Ez két nagyon erős mondat szerintem. Kezdjük ezzel az igazságérzettel, hogy mit gondoltok el, hogy tényleg így gondolják a magyarok mindezt? Szerintem nem ez a kérdés. És mi ezt gondolom, hogy hasonló állásponton leszünk, de mi a Párbeszédben eszméletlenül fel vagyunk háborodva azon, ugyanis az van, hogy az országot nem a miniszterelnök érzetei alapján, hanem a törvényeknek megfelelően kell kormányozni. Született egy bírói ítélet. Ő azt mondta, hogy a döntést elfogadja. Tehát nem ezt mondta a kétségbe, azt mondta, hogy ezt akkor a bíróság már döntött, és el kell fogadni. Akkor miről beszélgetünk? Akkor miért mond ilyeneket a miniszterelnök, hajtsa végre a bírói ítéletet, egyébként meg szüntesse meg az iskolai szegregációt, ne utólagos programokkal próbálja orvosolni, hanem építsen fel egy olyan oktatási rendszert, ahol nincsenek első és másodrendű állampolgárok, hát akkor lesz sikeres az ország, hogyha valamennyi gyerek az országban ugyanolyan lehetőségeket kap a fejlődésre. Azt hadd tegyem hozzá pedagógusként, engem ugyanígy Ricsi mondta, ugyanígy felháborít engem is, minket is ez a miniszterelnöki beszéd, és hát azért ne felejtsük el, hogy ennek volt egy előzménye, ez a bizonyos sajtótájékoztató, ami a kormányinfóra, gondolok, ahol hát ugyanerről beszélt, és nyilván nem véletlenül. Azt gondolom egyébként, hogy mivel a új ellenséget akar kreálni, új ellenséget keres a miniszterelnök, most megtalálta a romák között ezt az új jelenséget, hiszen a migránsozás az most már jó néhány éve ugye nem jön be. Na de visszatérve, mivel kezdtem, hogy pedagógusként is felháborítanak ez a dolog engem. Szóval azt nem lehet megcsinálni, hogy ezek a gyerekek mondjuk 6-10 éves koruk között nem kapták meg azt az oktatást, amivel fel lehetett volna őket készíteni az életre, majd úgy gondoljuk, hogy 18-20 éves korukban meg akkor ezt megadjuk nekik. A kettő nem csereszabatos, nem lehet bepótolni azt egy gyereknél, amit 6 és 10 éves kora között nem tanított
adtunk meg neki, tehát az egészen egyszerűen nem megoldás. Hadd csatlakozzak már arra, amit az előbb említettél, hogy ellenségkép gyártás történik, vagy zajlik jelenleg. Hogyha ez a célja Orbán Viktornak, akkor azt elég jól csinálja, nem? Tehát olyanért, most a jólt persze idézőjelbe téve természetesen, de hát valóban felkorbácsolódtak, nem? Az indulatok, akár a közvéleményt nézzük, akár a pártokat, akár az ellenzéket. Nyilvánvaló, hogy két vélemény alakul ki, sarkos vélemény alakul ki ezzel kapcsolatban. Értem, és ez valami, tehát, hogy ez valami jó. Mert hogy szinte úgy kérdezte rá, hogy milyen jól csinálja a miniszterelnök. Azért mondtam, hogy idézőjelbe tettem, mert ha ez a célja, az indulatokat szerintem az is, amikor zsidó törvényeket meghozták ebbe az országban. Megosztotta a társadalmat, és mind a két oldalt elég komoly indulatokat kezdett. Aztán láttuk, hogy mi lett a vége. Ez nem játék. Horváth Aladárnak ma a sajtóik azt mondja, abban teljesen igaza van, hogy aki erre az útra lép, annak mindig van következménye. De ha már pedagógusként, politikusként föl voltatok háborodva ti is, akkor mondom, jogászként is vérlázító a dolog. Hát milyen szöveg már az, hogy én elfogadom a bíróság ítéletét, de nem fizetem ki a pénzt? Hát melyik állampolgár mondhatja ezt, elnézést? Tehát ki mondhatja azt a Magyarországon, hogy engem a bíróság, vagy akár a kormány bármelyik szerve valamilyen pénzbüntetésre jogerősen elítél, akár miért, de akár csak egy büntetés, egy parkolási büntetésről beszélek, és közlöm, hogy köszönöm szépen, ezt nem fizetem, mert nem értek vele egyet. Mondja ezt Magyarország miniszterelnöke? A bíróság mi alapján tudott döntést hozni? A népítéletet megnézte, és direkt azzal szembehozott egy döntést? Nem. A törvények alapján. Kik írják a törvényeket? Az országgyűlési képviselők. Ki vezeti ezt az országot 10 éve? 10. éve vezeti az ember ezt az országot, és rádöbben, hogy Jézusom, milyen törvények alapján ítélkeznek, amilyet ő egyébként a parlamentbe hozott az ő egyszemélyes utasítására és döntésére a kétharmados gomnyomogató frakciójával. De visszatérve a lényegre, én egy másik híre hívnám fel a figyelmet, ami arról szól, hogy valaki most, ha jól emlékszem, most sikerült végre kiperelnie Rogánék boszorkánykonyhájának titkait. Hogy egyébként hetente kétszer-háromszor, vagy tucatszor mérik meg a közvéleményt, és minden egyes kormányzati egyébként ilyen megosztó intézkedés mögött is sem más nincs, mint hogy megnézték, hogy melyik az a téma, amelyik a magyarokat megosztja, és amelyikből cirkusz lehet csinálni. És igen, miután a migráns kérdés meg a soros kérdés kifulladt, az az egészen szégyenletes helyzet van, hogy megmérték, hogy igen, a cigány kérdés, igen, az elítéltekkel kapcsolatos indulatok, azokat most be lehet... Ha csatlakozzak akkor ide, írt Lakner Zoltán ezzel kapcsolatban egy cikket, és próbálta elemezni, hogy akkor ez most vajon tényleg működhet-e. És azt írta az október 13-ai eredmények magyarázataként, idézem őt, azt írta, hogy ebben a helyzetben a kormányod a két dolgot tehet. Az egyik, hogy az 50% körüli támogatás birtokában, tehát egy elég magas szinten elzötyög 2022-ig, ehhez elegendő kivéreztetni az önkormányzatokat, az elmaradó fejlesztésekért az ellenzéki polgármesterekre hálítani a felelősséget, rámutatni az ellenzéki korrupciós ügyekre, bénázásokra, így fogalmazott. A másik lehetőség egy újabb nagy téma felépítése, ami nem jelenti a menekültellenesség ejtését, de annak kiegészítését, vagy egyáltalán egy frissebb háború meghirdetését hozhatja magával. Erről beszélünk? Igen, én azt látom a Lakler Zoltán mondataira reagálva, hogy most ő mind a kettőt csinálja. Tehát azért ezzel párhuzamosan megy ám azért az ellenzéki önkormányzatok kivéreztetése, szisztematikusan, módszeresen fogunk még erről ma este itt beszélni, mert lesz témám, vagy lesz terítéken. De azt gondolom, hogy ezzel együtt egy újabb nagy ellenségképet kreál, ezt a témát kezdi felépíteni, és hát én azt hiszem, hogy ráadásul tényleg egy olyan dologhoz nyúlt, ami jó érzésű embert, ha egy kicsit gondolkodik, akkor egészen egyszerűen muszáj, hogy taszítson. Tehát itt arról van szó, hogy nagyon sok gyerek akkor abban az életkorban, amikor neki ez járt volna, amikor ez neki fontos lett volna, nem kapta meg az oktatást, mert módszeresen, szisztematikusan ezeket a gyerekeket elzárták ettől a lehetőségtől, és utána most ő azt mondja, hogy még azt a pénzt, amit egyébként a bíróság megítélt, nem fizeti ki. Azt tegyük azért még hozzá, hogy kuria előtt van az ügy, tehát még van ugye egy lépcsőfok ebbe az ügybe, de én azt gondolom, hogy vagy remélem, hogy a kuria sem fog ezen egyébként, az ügyben. Ha már így egyetértettünk Lakner Zoltán, akkor hagyj folytassam a gondolatmenetét, mert azt is hozzáteszi, hogy közben viszont fontos lenne látni, hogy az ellenzék ki tudja-e használni ezt az időszakot saját témái felépítésére, és mond-e valami
amit a választópolgároknak azon túl, hogy szavazatok az összefogásra, mert összehoztuk az összefogást. Szerintem ez is egy valós kérdés, hogy lesz-e az ellenzéknek témája. Hát, szerintem egyébként nagyon sok kérdést tettél fel egyszerre, de igyekszem, hogy apránként. Ezt akartam, hogy a többi témát most vegyük le. Igen, jó, de szerintem ez lesz kompakt választ, igyekszem adni, de ez egy picit magasabb kameraállás kell szerintem felvennünk. Mi történik ebben az országban? A 2008-as válság után történt egy nagy rémület, és hirtelen szimpatikus lett ez a döjfős izé, majd én megmondom, mit kell csinálni viselkedés, amit a miniszterelnök folytat. Csak hogy az a helyzet, hogy most is ezt folytatja, és eltelt 10 év. És az ország pontosan látja azt, hogy a 2020-as évek nem szólhat arról, mint a 2010-es évek. Meg kell oldanunk a klímaválság kérdéseit, a globalizáció kérdéseit, az egyenlőtlenség kérdéseit, az Európai Unió egységét, fejlesztenünk kell az országot. Rengeteg kérdés van, amik megoldást, kooperációt és párbeszédet kérnek. Ez most rossz szó, vicc volt, elnézést kérek érte. Értettük, és itt jönnek a témák. Mi például a párbeszédben zöld pártként abban hiszünk, hogy a megoldás és a kultúrák közötti kapcsolat az, ami lehetővé teszi ezekre a globális kihívásokra országként, európaiként és világpolgárként is választ tudjunk adni. A többi köztársaság párti párt nagyon picit más nézőpontból nézi ezeket a dolgokat, ezért fogunk tartani egy előválasztást, ahol ezeket a gondolatokat, ahogy a főpolgármester választásnál lesz már láttuk, össze tudjuk gyúrni, meg fogjuk tudni nézni, hogy milyen arányban kell kikeverni. Elég régóta halljuk már ezeket a szöveget, és már hogy ahhoz képest, hogy a Fidesznek ezek szerint már megvannak a témái, az ellenzéktől pedig nyilván várná az ember, hogy meglegyen. Szerintem most. Szerintem megvannak a témák, és most lesz összerakva. Én azt gondolom, hogy ezekkel a témákkal, ha ezt a szót használjuk, nyert Budapesten Karácsony Gergely, ezekkel a témákkal nyertük meg azt a 10 megyei jogú várost, amit az ellenzék megnyert, és ma tényleg el lehet azt mondani, hogy van 3,5 millió olyan ember, akinek nem fideszes a polgármestere. Ha ezekben az önkormányzatokban az emberek azt tapasztalják, hogy amiket mi ezekben a programokban, az önkormányzati programokban meghirdettük, ezt a gyakorlatban, apró pénzre, a mindennapokban meg tudjuk valósítani, akkor azt hiszem, hogy elhiszik, hogy mi tudunk majd kormányozni 2022-től. És azt szeretném kiemelni, hogy egyrészt adott a pálya. Tehát az egyik nagy kérdés, hogy nekünk már nem csak beszélnünk kell, most ellenzéki pártok és azok politikusairól beszélek, alpolgármester, főpolgármester, helyettes, hanem lehetőség van bizonyítani. Mondok egy nagyon mai friss témát. Tehát, hogyha Karácsony Gergely vezette fővárosnak, sikerül érdemben csökkenteni vagy megszüntetni néhány éven belül a kitárgyalt menetrend szerint a Budapesten élő polgárok számára a várólistát, az egészségügyi diagnosztikai eszközöknél, ahol egyébként ember életeket követel az őrület, ami itt Magyarországon van, akkor azt gondolom, hogy az emberek jó része azt fogja mondani, hogy ja, tényleg lehet így is csinálni? És az egy nagyon komoly program, hogy valaki valamit mond, és utána meg is csinál, és bebizonyítja, hogy a kormány hazudik, amikor azt állítja, hogy a stadionra egyébként tök jó, hogy elküldjük a pénzt, az egészségügyre nem szabad, mert arra nincs. A másik kérdés pedig természetesen az, hogy az ellenzék ilyen hülyeségekkel nem fog és nem is szabad, hogy versenyezzen. Most akkor mi egy másik megosztó vagy rasszista, vagy nem tudom, milyen témát dobjunk be? A Fidesznek a saját szavazóit kell megtartania. Azt utolsó mondat, csak hogy legyen ott a kis agyunkban, hogy miért csinálják ezt. Az elmúlt hetek arról szóltak, hogy milyen belső konfliktusok és üzengetések vannak a Fideszben. Ennek az egyik lehetősége, hogy még jobban ledarálja Orbán belülről a Fideszt, a másik meg, hogy csinál egy olyan programot, egy olyan közös ellenséget, ahol a szavazókkal együtt ismét a belső problémák helyett egy rendes külső ellenséget lehet majd utálni, gyűlölni, és tovább kell, hogy lépjünk. Szerintem egyébként ez is zajlik. Ha már külső ellenségnél, vagy külső ellenséget emlegetünk, ezzel folytatjuk. Orbán Viktor azt is mondta, hogy 1 centiméterre voltunk, hogy kilépjünk az Európai Néppártból. Ezzel folytatjuk. 1 centiméterre voltunk, hogy kilépjünk a néppártból a tegnapi nap során. Még egy kísérletet tesz a kormányfő az Európai Néppártban maradás érdekében. Erről a szokásos pénteki rádió interjújában beszélt a miniszterelnök. Orbán Viktor azonban egy olyan tervet is kilátásba helyezett, amelyhez egy esetleges sikertelen próbálkozás után látna hozzá. Az biztos, hogy ez így nem maradhat, és ha nem áll ki az Európai Néppárt Magyarország mellett, akkor nekünk egy új európai mozgalmat, egy új európai kereszténydemokrata jellegű mozgalmat kell indítani. A néppárton kívüli szervezetekkel most is kapcsolatot tartanak a kormánypártok. Erre a KDNP frakció szóvivője emlékeztetett. Most is kapcsolatot tartunk a néppárton kívül más egyébként kereszténydemokrata ikletettségű vagy irányultságú politikai pártokkal vagy mozgalmakkal. Ez jelenleg is így van.
Akkor csatlakozok Nagy Cső Lőrinc nyilatkozatára, ha már kilép, már sokan eldöntöttnek tekintik ezt a kérdést, hogy igenis ki fog lépni a Fidesz a néppártból, de mi lesz a KDNP-vel? Ha a KDNP-ben marad a néppártban, akkor az milyen helyzetet eredményezhet? Akkor kinn is marad a Fidesz, benn is marad a Fidesz szövetségesével? Tehát, hogy ezt hogy lehet elképzelni? Nem nagyon szoktunk ilyen kis titkokat elárulni, de azért a sminkbe beszélgettünk ugye erről. És hát hárman is ott voltunk, és hárman nem tudtuk megmondani, hogy ki az a két KDNP-s a mostani Fidesz frakcióba. Nézegettük ott a neveket, de hát olyan nagyon szerintem sem a néppártot, sem a senkit nem rázna meg, hogyha a KDNP itt marad, vagy ott marad, de nem szeretném elviccelni a dolgot. Készültem erre a műsorra, akkor beszéltem az egyik DK-s Európa Parlamenti képviselővel, és ő azt mondta, megkérdeztem, hogy milyen volt ezt ott tegnap helyszínen Strasbourgban megélni. És azt mondta nekem az egyik képviselőnk, hogy olyan nagyon ritkán van, hogy van egy döntés, mindenki nagyon várta ezt a döntést, hogy mi lesz a vége, és utána felállt az Európai Parlament, és megtapsolta ezt a döntést. És azért szeretnék emlékeztetni, tegnap kétharmados többséggel hozta meg az Európai Parlament ezt a döntést, magyarul, hogy a hetes cikke ügyében Magyarországot és Lengyelországot, hát most már tényleg be kell kényszeríteni ebbe a dologba, illetve az Unió tegye meg ezeket a lépéseket, amit a hetes cikke elfogadásához minél hamarabb meg kell tenni. És egyértelműen érezhető volt az ott, hogy a néppárt is eldöntötte, most azon mennek a találgatások, hogy Orbán magától lépe ki a néppártból, vagy pedig a néppárt meg fogja hozni ezt a döntést, és kizárják onnét a Fidesz. Tehát én azt hiszem, hogy ez a kérdés eldőlt, vége van a pávatáncnak, vége van itthon is, ezt október 13-a bemutatta, és szerintem vége van a tegnapi szavazásnak. Egyébként, ha már ellenségképről beszéltünk, a belpolitikailag hozhat ez hasznot idézőjelben Orbánnak, mint egy újabb ellenség, vagy ezen már túl vagyunk? Szerintem egyébként nem, de én hadd rágáljak még egy pénzt, nem kiegész, nem sértve, amit te mondasz, csak egy másik aspektusból, hogy azért ez milyen már, hogy ha most itt ülne az Orbán Viktor, akkor ránéznék, és azt mondanám neki, hogy Viktor, ha egy centire voltatok tőle, akkor ez nem sikerült. Tehát pont, hogy elmegyek randizni, és aztán azt mesélem a haverjának, hogy egy centire voltam tőle, hogy a randi vége jól sikerüljön, akkor így körbe röhögnek, hogy ez nem lett egy jó randi. Ez az egyik. A második pedig, hogy ez az ilyen, azt érzem a miniszterelnökön mostanában, ez lehet, hogy így fáradt ki, vagy így nem tudom, vagy így kiég lassan, de hogy úgy beszél folyton, mint valami harmadosztályú edzőbá, aki ugye a saját csapatával még elhiteti, hogy egyébként ő mekkora nagy ember, de azért úgy kívülről látszik, hogy valahogy ez így nem fog menni. És ezért mondom, nem, szerintem nem annyira érdekes téma a magyar közbeszédben az, hogy mi van az európai pártok ügyével. Egyébként szerintem ez egy komoly gond összességben az Európai Unió egészét nézve, hogy az európai pártok nincsenek még beágyazva sok esetben a nemzeti politikába, de ezen majd később lehet fejleszteni. És a másik kérdés az mi is volt pontosan? Az, hogy belpolitikailag lehet ebből bármi csinálni. Szerintem nem. Vagy ezen már túl vagyunk. Ellenségképekről beszéltünk. Az, hogy kizárják a Fidesz-KDNP-t, ha az a döntés megszületik, vagy azért nem születik meg, mert a Fidesz nem várja meg, akkor azért nonsensz lenne, hogyha a KDNP-t szó nélkülben hagyna a néppárt. Tehát szerintem magából csinálna hülyét, azzal együtt, hogy maga a téma is a hülye csinálás egyik minősített esete, mert ugye a KDNP mint párt, annak a akár politológiai, de talán jogi értelemben is megkérdőjelezhető módon nem létezik. Tehát ugye kéne lenni tagság, a szervezete, vannak ilyen alapismeretek. Hát meg kéne mérettetnie magát a választásokon, nem? De zárója bezárva, szerintem mondom, ha a néppárt úgy dönt, hogy a kormányzó pártokat kizárja maga közül, akkor a KDNP, akármilyen vatikáni nyomás, tehát hallunk itt, olvasgatunk. Ezek szerint a Vatikán a Fideszről már lemondott, nekem ez egyik hír, egyik legfontosabb. Szünetet kell, hogy tartsunk, eljött a reklámnak az ideje, de rövid reklámszünet következik, itt tehát és pár perc múlva a főváros és a kormány viszonyával folytatjuk. Folytatjuk tehát a nap hírét, és azt ígértem önöknek, hogy a következő témánk a kormány és a főváros közötti újabb csörte lesz, mert hogy az elmúlt napokban újabb üzenetváltás történt, most éppen Karácsony Gergely és Fűrjes Balázs között. Ez a mai nap mondata, már is mutatjuk önöknek, hogy ki mit mondott és mit üzent. Karácsony Gergely azt mondta, hogy ha a miniszterelnök atlétikai világbajnokságot szeretne, akkor nekem alá kellene írnom egy levelet a Nemzetközi Atlétikai Szövetségnek, de ezt csak akkor teszem meg, ha a Kuka Holding fizet. Ezt írta tehát Karácsony Gergely, illetve egy interjúban mondta a 24.hu-nak. Erre reagált, amint az előbb említettem, Fűrjes Balázs államtitkár. Ő pedig azt mondta, hogy Kuka Holding ügyben csak annyit tudok mondani, ne szemétkedjünk, keressük együtt a megoldásokat, ne a konfliktust, és eredményesek leszünk. Budapest nem csatatér.
Ezt tehát Fürjes Balázs államtitkár nyilatkozta az Indexnek. És friss fejlemény ezzel kapcsolatban, ugye Karácsony Gergely tartott ma egy sajtótájékoztatót, és azt mondta, hogy megjelent egy kormányrendelet, ami most már lehetővé teszi, hogy a főváros hozzájusson a Kuka Holding által visszatartott pénzhez. Így aztán adódik a kérdés, és itt főleg Gyénémet Erzsébetre nézek, hogy akkor aláírja ezt a bizonyos papírt az atlétikai VB-vel kapcsolatban, Karácsony Gergely? Igen, azt a meglepőt kell, hogy mondjam, hogy Fürjes Balázsral ezzel az egy mondatával egyetértek, hogy Budapest nem csatatér, és azzal is, hogy ne szemétkedjünk, de hadd fordítsam ezt úgy, hogy a kormány ne szemétkedjen a fővárossal és a fővárosiakkal. 10 milliárd forintról van szó, tehát nem nagyon valami kicsi pénzről van szó. Egészen egyszerűen nem fizette ki a Kuka Holding azt a pénzt, ami a fővárosnak jár. De most ugye bejelentés történt, hogy hozzájut ez a pénz. Igen, én erre hadd éljek a gyanúperrel és hadlással, láttam már karombarnyút, nem keveset. Majd akkor, ha ott van a főváros, illetve az FKF-nek a számláján ez a pénz, én akkor nyugszom meg ebben a dologban. Tehát akkor fogja aláírni vajon Karácsony Gergely ezt a papírt? Én úgy tudom, hogy a főpolgármester, és nagyon remélem, hogy a főpolgármester nagyon elszánt ebben a kérdésben, és biztos vagyok benne, hogy akkor fogja aláírni, amikor ez az átutalás megtörtént. Annál is inkább, mivel ez egy nem új keletű kérése a városnak, hanem ha igaz az, hogy az Orbán Viktor és Tarlós István, tehát a kormányfő és a főpolgármester között kötött megállapodás érvényes, akkor ennek a pénznek folyamatosan meg kellett volna érkeznie tavaly október óta. De nem ez történt. Tehát nem véletlenül emelte fel a főpolgármester a hangját ebbe az ügybe. De adjuk meg a lehetőséget, bízom benne, hogy megérkezik ez a pénz, és abban is bízom, meg szeretnék bízni, hogy más egyéb ügyekben is partnernek tekinti a kormány a főváros új vezetését, és nem pedig egy háborút indít el a budapestiek ellen, mert van még egy csomó olyan ügyünk, amiben kell, hogy a főváros kemény legyen, például a Lánchíd felújítása, vagy mondjuk azt, hogy a Városligetben nem hagyjuk a többi. Igen, beszéljünk már majd ezekről a konkrét ügyekről is, de azért tisztázzuk ezt, hogy ki mit gondol el a csatatér témáról. Mert azért itt eléggé megoszlanak a vélemények. Ugye itt volt egyfajta bizalmatlanság, hogy majd akkor írja alá Karácsony Gergely ezt a megállapodást, hogyha tényleg megérkezik a pénz. És van, aki azt mondja, hogy ez csak az előjele annak, hogy itt tényleg csatatér lesz a főváros és a kormány között, és háború lesz a különböző ügyekben. Én szerintem, ami történik, az alapvetően nem rossz. Az a helyzet, hogy október 13-án budapestiek választottak maguknak egy új főpolgármestert, aki történetesen nem egy szervilis fideszbáb, hanem a budapestiek érdekeit képviseli. És az a helyzet, hogy normális helyeken a politika ilyen dolgokról szól, mint hogy ki fizeti ki a Kuka Holding működését, mikor lesz elvívva a szemét, mi lesz az uszodák felújításával, egyébként pedig a dunai hajóforgalmat hogyan kell szabályozni. Ezek a politikai kérdések. Nem a Soros György, nem az belső ellenségek, nem a külső ellenségek. A közös problémák megoldása. A főpolgármester mit csinál? A budapestiek érdekeit képviseli, miközben azt is fenntartja egyébként a Gergő, hogy egyébként az emberek élete a fontos, nem az, hogy politikai háborút folytassunk. És szerintem ez a két trend, tehát az egyik az, hogy konfliktusok vannak, azokat meg kell oldani, a másik pedig, hogy de minden esetre képviseljük azokat, akik megválasztottak minket, sőt azokat is, akik nem. Hiszen azért sokan szavaztak a Fideszre is. Őket is képviselni kell, akár a kormánnyal szemben is. Na ez az a politikai kultúra, amit mi köztársaságpártiak képviselünk, és ez az a politikai kultúra, amivel le akarjuk váltani egyébként 2022-ben a Fideszt. Azt, hogy mondjuk a Kuka Holding ügyében lépett a kormány. Ez azért azt jelenti talán, hogy várható, hogy nem biztos, hogy tényleg ez a csatározás a fő cél, nem? Vagy te vagy? Itt tudom ebben a műsorban, lehet, hogy te is, most arra emlékszem pontosan, a választások előtt. Amikor arról volt szó, hogy van-e vétójoga a főpolgármesternek stadionépítés ügybe vagy nem, és én nagyjából emlékszem, nem szó szerint, de pontosan azt gondolom most is, mert akkor mondtam, és hál' Istennek igazam lett, hogy ha lesz egy új főpolgármester, és az Karácsony Gergelynek fogják hívni, akkor én nagyon melegen javaslom neki, hogy éljen vele, minden olyan erejével és hatalmával éljen, ami a fővárosiak érdekében, akár unortodox mondjuk egy alapvetően egy demokrata beállítottságtól, mert hogy az ellenfél, vagy a tárgyalópart, nem tudom, minek nevezzem ezt a kormányt, a Fidesz csak az erőből ért. És sajnos, akárhogy nézzük ezt a történetet, eddig szerintem minden beigazam lett. Abba is, hogy nyert a Gergő, abba is, hogy be kell feszíteni, és abba is, hogy a befeszítésnek van a végén eredménye. Mert
az a megállapodás például, ami a 50 milliárdos plusz egészségügyi forrásról szól, és annak a csomagnak a része, azok a budapesti szavazópolgárok itt a zsebükbe, itten van. Ők fogják kapni, az ő életük lesz jobb ettől. Nem valami elvont hülyeségre fog menni, hanem nagyon remélhetőleg minél előbb konkrétan az egészségükre. Tehát ezt én nagyon fontosnak tartom, és én azt mondom, hogy hajrá, hajrá, tovább. Ha érzik az erőt, akkor szerintem egyre kevesebb nyilvános csörte lesz, és egyre többet meg lehet majd állapodni háttérbe. Talán a Fürjes Balázs erre utalt arról, hogy eddig is folytak a tárgyalások. De ettől függetlenül is azt mondom, hogy majd ha ott lesz a számlán a pénz, akkor kell elhinni, 10 milliárd forint, rengeteg pénz, 10 000 millió forint. Az nem arról van szó, hogy most akkor nem tankoljuk meg a kukásautókat két napig. Hát az egy iszonyatos mennyiség. Az utolsó mondat. Nagyon, milyen szerencsések a budapestiek, hogy így döntöttek. Tudjátok hány vidéki városba a Kuka Holding gyakorlatilag az összeomlás szélére vitte a szemétszállító cégeket a mai napig? És az egész rendszer úgy működik, hogy én mondjuk szekszárdi polgárként, akármilyen győri, debreceni polgárként, vagy karakószörcsögi polgárként befizetem a számlát, és utána azt nem kapja meg az a cég egyébként effektíve, vagy csak hónapokkal később, aki nekem a szolgáltatás. Egyébként hagy idézek már ebből a rendeletből, mert volt benne egy érdekes kitétel, ugye azt szerepel a rendeletben, hogy Kuka Holding a jövőben a saját beszedett díjakon felüli forrásaiból is fizethet a közszolgáltatóknak. Ezt hogyan lehet értelmezni? Ezt úgy lehet érteni, hogy ennek a Kuka Holdingnak nincs másból bevétele, csak a mi szemétszállítási díjat a szemétszállító cégek fizetnek. Ez arról szól, hogy nyilván, mivel ez egy vízfej, teljesen fölösleges és nincs rá szükség, egy csomó a saját fenntartására költ egy csomó pénzt, magyarul az állam majd konszolidálni fogja, mint ahogy ezt már eddig megtette kétszer, ha jól emlékszem, az elmúlt időszakban. Tehát nem elég, hogy az emberektől beszedett szemétpénz nem elég ennek a Kuka Holdingnak, és nem adja vissza az önkormányzati cégeknek, de még közös adóforintjainkból is kell ebbe beletenni pénzt. Csak egy fél mondatot hadd mondjak arra, amit Tamás mondott. Tehát a helyzet az arról is szól ám, hogyha nem kapja meg a város ezt a pénzt, akkor lehet, hogy puszta zámorig nem tudnak majd elmenni a szemetes kocsik, a kukás kocsik, hanem mondjuk a város kellős közepén a Kossuth térig tudnak csak elmenni. Tehát nem fenyegetni akarok én ezzel senkit, de előállhat olyan helyzet, hogy annyira nem lesz pénze a közterület fenntartónak, hogy a kukás autók nem tudnak elmenni majd a szeméttelepig. De egy kicsit más, magasabb szintre emelve azért ezt a beszélgetést. Szóval én azt gondolom, hogy egy kormány nem teheti meg azt, hogy a saját városaival, fővárosával szembe 5 éven keresztül, vagy ami még hátra van neki 2002-ig, ilyen ellenségesen viselkedik. Ezek a választók arra szavaztak, hogy normális önkormányzat mellett szeretnének normális mindennapi életet élni. Szeretnék, hogyha az egészségügyi a rendben lenne, szeretnék, ha a szemetet elvinnék, át lehetne menni a Lánchídon, nem kéne majd lezárni az autóforgalom elől. Tehát ezek mind olyan dolgok, amiben azt gondolom, hogy egy normális kormány nem mehet szembe. Igen, de azért az látszik, hogy van jó néhány ügy, amiben most jelenleg mondjuk patthelyzet alakul. Ugye ilyen a biodóm, ugye azért ezzel egyelőre megy a kerékpárverseny témája is kérdéses. Itt a Kuka Holding, ami most vagy megoldódik, vagy nem, ugye itt volt egyfajta bizalmatlanság, hogy majd várjuk ki a végét. Szóval azért ez meg a másik oldala a történetnek, hogy azért egyre több ilyen ügy kerül elő. Hát ez azt mutatja a három ügy, konkrétan a kerékpárverseny, a Giro d'Italia és a biodóm ügye, azt mutatja, hogy az előző városvezetés Tarlós István vezetésével elképesztően felelőtlenül járt el. Tehát az a biodóm beruházás, az nem csak az állatkertnek a felelőssége, hanem az előző fővárosi vezetésé, hogy ezt hagyta, hogy így elszaladjon ez a beruházás, és 25 milliárd helyett már 43 milliárdnál tart, és még kell 20 milliárd forint ahhoz, hogy ezt befejezzék. Na azt gondolom, és nem mentegetem egy picit sem az állatkert vezetését, de ez nem csak az ő felelősségük, hanem a főváros Tarlós István vezetése alatt állította elő ezt a helyzetet. Ugyanilyennek gondolom a kerékpáros versenyt. Tehát olyan nincs, hogy az előző városvezetés egy fél sor szándéknyilatkozatot ebbe az ügyben nem írt alá, és például a Giro d'Italia azon a hétvégén, május 9-én, amikor a nagy rajt itt lesz majd Budapesten, még azon kívül 3 nemzetközi verseny is lesz ebben a városban.
egészen egyszerűen a budapestieknek ezt nem kell elviselnie szó nélkül, ezért is teszem szóvá, hogy ez így nincsen rendben, és az meg főleg nincs rendben, hogy erre ez még a budapestiektől pénzt is kérnének. Egy árva fillérjében nem kerülhet ez a Giro d'Italia budapestieknek. Fú, nagyon elszaladt az időnk, és még van egy témánk, mindenképp szeretném, hogy erről is beszélünk. Már is mutatjuk önöknek a nap képét, ez az utolsó témánk mára. Ezen a képen azt láthatják, hogy leragasztották Pokorni Zoltán nyilas nagyapjának a nevét a 12. kerületi turulszobron. Ez a, talán a, önök is hallottak róla, hogy a Vájosmarosi tömeggyilkosságok helyszínén mondott egyébként beszédet Pokorni Zoltán a minap, ahol hát könnyek között beszélt a nyilasok közé állt nagyapjáról, és most ez történt, mutatjuk tehát még egyszer a fotót, hogyha esetleg látják. Hogy érzékelitek ezt? Nagyon megindító volt egyébként, biztos láttátok ti is a felvételt, ahogy Pokorni Zoltán beszélt. Ugyanakkor a turulszobornak a története, hát ugye elég régóta, régre vezethető vissza 2005-ig, és azért Pokorni Zoltán nem mindig volt ennyire egyértelmű, vagy elutasító ezzel szemben. Nyilván minden kérdésnek nagyon sok oldala van, de evalom őszintén engem a turulszobor most nem érdekel. Ez nem sokkal fontosabb az, és három dolgot akarok mondani. Egyik szerint én nagyon tisztelem Pokorni polgármester urat, mert egy alapvetően önreflektív és egyébként a múlttal szembenézni képes embernek tűnik számomra, aki most függetlenül attól, hogy a másik politikai oldalhoz tartozik, az ilyen gesztusaival az én tiszteletemet legalábbis kivívja. A másik, amit fontos elmondani, hogy ha megnéznénk valamennyiünk családját, nagy valószínűleg nagyon sok családban találnánk hasonló történeteket. Teljesen valakinek a besúgók voltak a nagyszülei, valakinek nácik, aztán előtte valakinek Habsburg pártiak voltak, valakinek pedig közt. De nagyon vissza lehet menni. A helyzet az, hogy nem néztünk szembe nagyon sok kérdéssel. Nem néztünk szembe az ügynökmúlttal, nem néztünk rendesen szembe a holokausztal, nem néztünk rendesen szembe Trianonnal, amit most szándékosan hangsúlyozok ki, hiszen itt én remek apropó, hogy kezdjünk el beszélgetni a múltról, alakítsuk ki a közös történelmünket, ami most szét van hasadva, mint hogyha két párhuzamos valóságban mennénk, és ne a sérelmeinken lovagoljunk, ne arra emlékezzünk, hogy nekünk milyen rossz volt, hanem arra emlékezzünk, hogy mit tanultunk ezekből a tragédiákból, és merre tudjuk előrevenni az országot. És szerintem Pokorni úrnak a, még egyszer mondom, árnyalt persze a kérdés, de alapvetően ez egy pozitív és önreflektív gesztusnak tartom, sokkal több ilyenre lenne szerintem szükség a magyar politikában. Hasonlóan látjátok ti is? Abszolút. Tehát ehhez nem szeretnék hozzátenni konkrétan, amit elmondta, az kerek, és úgy van inkább picit konkretizálni. Ugye Pokorni úr, amikor ezt elmondta, akkor azért két dolgot még hozzá kell tenni. Egyrészt, hogy ő maga kezdeményezte a nagyapja neve eltüntetését. Másrészt pedig azt mondta, hogy a szimbólumokat helyére kell tenni, vagy ezekben a kérdésekben, a szimbolikus politikában. Ő maga gyakorlatilag körülírta, hogy ez a turulszobor, ez nem szimbolizálhatja azt, amit elvileg szimbolizálni akarnak. És azért szeretném hozzátenni, hogy mi annak idején és azóta is mindig szóvá tettük, mert ez nem valami hivatásos rettegők vagyunk, meg ilyenek meg szoktak minket bélyegezni, hanem szerintünk ez van, tehát emberek méltóságát ilyenekkel nem lehet sérteni. Másik érdekes, amit ő mondott, hogy azt lenne érdemes megnézni, és ez az, amire te mondasz a reflektálunk, hogy az ő nagyapja mégiscsak egy polgári akármilyen meglévő családból hogyan történhetett meg, hogy a jól emlékszem, azt is mondta, hogy a családját ott hagyva beállt nyilasnak, és egyszer oda ment és lemészárolt tök idegen magyar honfitársait mindenféle valószínűleg emberi érzés nélkül. És nem akarok messze lenni, de tessék már megérteni, hogy a miniszterelnök januári sajtótájékoztatója az az irány, az az első lépés, ahol emberekből ilyen állatokat csinálnak. Amikor a cigányokkal, vagy épp még egyszer mondom, akár a börtönben lévő bűnözőkkel szemben elkezdi korbácsolni az indulatot. Emberekkel szemben. Migránsokkal szemben is, ha úgy tetszik. Aztán majd a jóisten tudja, csak a rogánék. És ha azt mérik meg két hét múlva, hogy a zsidó honfitársainkat kell megindítani, mert annak van slágere itt Magyarországon, akkor majd arra is elindulnak. Szóval elképesztő, és igen, ezért kéne ezt végigbeszélni, és ezért lenne jó, és ezért volt nekem kifejezetten hiteles mondjuk Pokorninak
a mondása is az, amit szeretett volna kihangsúlyozni, hogy bocsánat, valószínűleg a nagyapja se egyik pillanatról a másikra, és magától lett ilyen. Hú, szomorú vég, szó ez. Egyetlen igen, egy mondatot muszáj azért mondanom, egyetértve azzal, amit a kollégák mondtak. Én azért azt hiszem, hogy az is fontos lenne, hogy Pokorni Zoltán a saját politikai közösségét és a Fideszt is ebbe az irányba, egy ilyen gesztus irányába tegye. Tehát magyarul az a közösség is nézzen szembe ezekkel a kérdésekkel, mert az egyén az nagyon tényleg fontos, vége van. De a vezető nagyon politikai sajnálom. Párt. Itt a vége a műsornak. Köszönöm szépen, hogy itt voltak. Köszönöm szépen a figyelmet, szép hétvégét, viszontlátásra!